le van foglalva, kivonták a forgalomból, és nem lehet használni, mert hogyha használnám, akkor megbüntetnének, hogy... És majd mondták, hogy jönnek érte. Ezt az autót nem használhatja már Bozó Pálné, aki 36 éve gondozza teljesen maga tehetetlen lányát. Korábban gyakran jártak kirándulni a Tiszához. Koncertekre vitték a másfél évesen lebénult Gabriellát, amióta azonban elvették, de devizahitelre vásárolt kocsijukat, bezárult a világ a sérült nő előtt. Édesanyja már gyógytornára sem tudja elvinni. Így nem lehet, hogy egy gyereket így bezárunk, mert attól függetlenül, hogy beteg, őnek is ugyanúgy jár, hogy el tudjon menni szabad levegőre, meg mindenhova, meg a legfontosabb lenne a gyógytorna, ami kellene nekünk, meg amikor a kórházba vinni ilyen vizsgálatokra, az, ami nagyon kell az autó. Tavaly decemberben ugyan állami támogatásra jogosultak lettek, kaptak is 600 ezer forint támogatást személyautó vásárlására, azonban van egy feltétel. Újnak nem minősülő, de legfeljebb 5 éves kocsit kell vásárolniuk. Kimentem a szervizbe, 5 autó szervizbe jártam, kiröhögtek, mert azt mondták, ha van 2 millió forintom még, akkor tudnak autót adni, mert ez semmi, ez a 600 ezer forint. Katalin csak 350 ezer forintot tudott összekuporgatni, ezért segítséghez fordult. Szerkesztőségünk felhívására mintegy 100 ezer forint gyűlt össze. Ugyan autókereskedő egyelőre még nem jelentkezett kedvezményes áru kocsival, de akadt más támogató. Berki Károlyt megérintette a család története, ezért úgy döntött, adománygyűjtő bográcspartit szervez számukra. Én több rákos betegnek segítettem, főztem, sajnos én is az vagyok többek között, de nem ez a lényeg, és kijöttem, vagyis hát fölhívtam a Katikát, hogy szeretnék segíteni, olvastam ezt a cikket, rajta volt a Facebookon, meg az újságban, és akkor megbeszéltük, hogy a 9-én, és ennyi a történet. Március 9-én a Kecskeméti Arborétum hátsó bejáratánál tartják a bográcspartit, amelyen egy finom gulyás árával is segíthetjük, hogy összegyűjjön a pénz a kocsira.